Laudetur Jézus Krisztus. In aeternum amen. Szeretettel köszöntjük a Bonum Televízió nézőit, akár a kábeltelevízión keresztül, akár az internet által kapcsolódnak be Ferenc pápa déli, vasárnap déli úrangyala imádságába. Innen a budapesti stúdióból Tőzsér Endre atyával köszöntjük Önöket nagy szeretettel, és ezúttal is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, akik az elmúlt időszakban támogattak minket. Az ő adományaiknak köszönhetően üdvözölhetjük Önöket innen Budapestről, illetve a képek pedig Vatikánból érkeznek. Köszönjük szépen, hogy hívják az adományvonalunkat a 13690-es számon az Invitál hálózatából, és azoknak is köszönjük a támogatást, akik más formában állnak a televízió mellett. Továbbra is szeretném bíztatni Önöket arra, hogy imáikkal kísérjék a munkánkat, és adományaikkal pedig tegyék lehetővé azt, hogy ilyen gyönyörű szép adásokat tudjunk sugározni, hogy minden háztartásban, minden családhoz eljuthasson Krisztus örömhíre. Mi már megtapasztaljuk nap mint nap azokat a kegyelmeket, amiket a televízió által kaphatunk. Szeretnénk ezt minél többekhez eljuttatni, ebben segíthetnek nekünk azzal, hogyha kis adományokkal támogatják a televíziót, támogatják a mi működésünket, a munkánkat, és nem csak a miénket, hanem azt a közös missziót, amit mindannyian vállaltunk, Önök is, akik néznek minket. Tehát, hogyha Ön az Invitál hálózatából nézi a televíziót, akkor ragadjon telefont, és hívja a 13690-es adományvonalat. Egy hívással 500 forintot tud adományozni a televíziónak, higgyék el, ez rengeteget jelent nekünk, akik itt teljesítjük a szolgálatunkat, ezt a missziós szolgálatot. Hogyha nem az Invitál hálózatában van a telefonjuk, akkor hívják a közönségszolgálatot. Most pedig átadom a szót Tőzsér Endre atyának, aki ma is Ferenc pápa magyar hangja lesz. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Kedves testvéreim és nővéreim, jó napot kívánok. Il Vangelo d'oggi ci ricorda che tutta la legge divina si riassume nell'amore per Dio e per il prossimo. A mai evangélium arra emlékeztet minket, hogy Isten egész törvényét magában foglalja az Isten iránti és a fele barát iránti szeretet. Máté evangélista beszámol arról, hogy volt néhány farizeus, akik összefogtak, hogy próbára tegyék Jézust. Egyikük, egy írástudó, ezt a kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Citando il libro del Deuteronomio risponde. Jézus válaszul a második törvénykönyvet idézi. Szeresd az Urat, a te Istenedet, egész szívvel, szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel. Ez a legnagyobb és első parancsolat. Invece Gesù és Jézus meg is állhatott volna itt, azonban még hozzáfűz valamit, olyasmit, amit az írástudó nem is kért. Azt mondja ugyanis Jézus, a második parancs hasonló az elsőhöz, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezt a második parancsolatot sem Jézus maga találja ki, hanem a Leviták könyvéből veszi. Jézus rendkívülisége abban áll, hogy ezt a két parancsot egybefűzi, Isten iránti és a fele barát iránti parancsot, és föltárja azt, hogy ez a két parancs egymástól elszaki, elválaszthatatlan, és egymást kiegészítik. Olyanok, mint egy azon érme két oldala.
Papa Benedetto ci ha lasciato un bellissimo commento a questo proposito nella sua Benedek prima Papa enciclica nagyon szép, Caritas, nei numeri 16, kommentárt hagyott ránk erről a témáról az ő első enciklikájában, a Deus Caritas Estben, a 16-17-18. Pontokban. Per testimoniare al mondo e agli altri, alla sua famiglia, l'amore di Dio e l'amore Látható dei módon a keresztény ember úgy tud tanúságot tenni a világ előtt, Isten iránti szeretetéről, hogy szereti a testvéreit. Az Isten iránti és a felebarát iránti szeretet parancsa nem azért első, mert hogy a parancsok listáján az első helyen szerepelne. Jézus igazából nem legelőre teszi őket, ezt a parancsot, hanem a középpontba állítja. Azért, mert mindennek ez a szíve közepe. Innen kell, hogy induljon, és ide kell, hogy visszatérjen minden. Már az Ószövetségben jelen van az a követelmény, hogy szentek legyünk, Istenhez hasonlóan, miként ő is szent, és ez magában foglalja azt a követelményt is, hogy gondoskodjunk azokról az emberekről, akik a leggyöngébbek, mint az idegenek, tehát külföldiek, az árvák, az özvegyek. Jézus beteljesíti ezt a szövetségi törvényt, ő önmagában egyesíti az ő testében az istenséget és az emberséget a szeretet egyetlen misztériumában. Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di pietà. Tehát Jézus szavának fényében a szeretet a hitnek a mértéke, a hit pedig a szeretet lelke. Nem választhatjuk el tehát most már a vallásos életet a testvéreinknek tett szolgálattól, azok iránt, a testvéreink iránt, akikkel találkozunk konkrétan az életünkben. Nem választhatjuk el az imádságot, az Istennel való találkozást a szentségekben attól, hogy másik embert meghallgassuk, hogy mellette legyünk, törődjünk az életével, különösképpen észrevegyük a sebeit. E la fede è l'anima dell'amore. In mezzo alla fitta selva dei precetti e prescrizioni, ai legalismi di ieri e di oggi, a parancsok és előírások sűrű erdejében a múltban és ma is jellemző legalizmusok között Jézus egy ösvényt vág, amely lehetővé teszi, hogy fölismerjünk két arcot. No, non sono precetti e formule. Ci consegna due volti. Anzi, un solo volto, quello di Dio, che si riflette. Fel tudjuk fedezni az Atya arcát és a testvérünk arcát. Tehát Jézus nem két formulát vagy két parancsot ad át nekünk, hanem két arcot mutat meg nekünk. Sőt, mondhatjuk azt, hogy egyetlen arcot, mégpedig Istennek az arcát, akinek az arca sok más arcban tükröződik. Mert a minden testvérünknek az arcában, különösképpen a kicsinyekében, gyöngékében, védtelenekében, magának Istennek az arcképe van jelen. In questo modo Gesù offri ad ogni uomo il criterio fondamentale minden ember számára átadja azt az alapvető ismérvet, kritériumot, amely alapján az életét rendeznie kell. De legfőképpen ő a lelkét, szent lelkét adta nekünk, aki lehetővé teszi, hogy szeressük Istent, és a felebarátunkat úgy, ahogyan ő szabad és nagy lelkű szívvel. Kérjük Mária közbenjárását,
hogy meg tudjunk nyílni erre, hogy be tudjuk fogadni ezt az ajándékot, és a szeretet törvénye szerint tudjuk életünk útját járni. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoznál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélő, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoznál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Isten szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmetet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Áldott legyen az Úr neve, most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Cari fratelli e sorelle. Kedves testvéreim és nővéreim. A San Paolo del Brasile è stata proclamata beata Madre Assunta Marchetti. Tegnap Brazíliában, São Paulo-ban nata in Italia, boldoggá avatták Assunta Marchetti anyát, di San Carlo Borromeo, aki itt Olaszországban született, és társalapítója a Scalabriniane nővéreknek, a Borromeo Szent Károlyról nevezett missionárius nővéreknek. Lei vedeva Gesù presente nei példamutató életet élt ez a nővér a kivándorló olaszok árváinak szolgálatában. Modello di instancabile missionarietà e di coraggiosa dedizione nel servizio della carità. Az árvákban, a betegekben, a kivándorlókban. Köszönjük meg az Úrnak ezt az asszonyt, ezt a nővért, aki a fáradhatatlan misszionáriusi szolgálat példaképe és a szeretetben való szolgálat bátor szolgálat példaképe. Szeretettel köszöntöm az Olaszországból és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Incominciando dai devoti della Madonna del Mare di Bova Marina. Különösképpen azokat, akik a Madonna del Mare, Bova Marina, a tenger Szűz nagyasszonyának a tisztelői. Örömmel fogadom azokat a hívőket, akik Sirmionei Lugánából, Uziniból, Porto Buffoléból, Artesellé-ből, Latinából és Vidóniából érkeztek. Hasonlóképpen azokat, akik a Lausanne-ból, Svájcból érkeztek, vagy Marseille-ből, Franciaországból. Rivolgo alla comunità peruviana de Roma. Különösképpen köszöntöm a római, Rómában élő perúiak közösségét, akik del Señor de los Milagros. A Señor de los Milagros, a
csodák urának szent képét hozták most magukkal. Ai pellegrini di Schönstatt. Gondolok nagy szeretettel a schönstatti zarándokokra. Sto guardando da qui l'icona della madre. Nézem innen Szűz Máriának a képét. Tutti ringrazio e saluto con affetto. Mindnyájatoknak köszönetet mondok, és szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Kérlek benneteket, ne felejtsétek el, és imádkozzatok értem. Vi auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci. Szép vasárnapot és finom ebédet kívánok nektek, a viszontlátásra. Mi is csatlakozunk Ferenc pápához, további szép vasárnapot kívánunk, finom ebédet, amihez, ami nyilván már megvan, de hogyha még mondjuk estére vagy holnapra szeretnének ötleteket szerezni, akkor maradjanak velünk, és a konyha angyala, Fader Leo nem sokára mutat egy újabb szép és finom menüsort. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ezen a nagyon szép vasárnapi napon. Köszönjük, hogy támogatásukkal lehetővé tették azt, hogy a mai napon is közvetítsük Vatikánból Ferenc pápa úrangyala imádságát. Kérjük, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel, és kísérjék imáikkal a munkánkat, és hogyha lehetőségük van, akkor támogassanak minket a 13690-es adományvonalon, vagy pedig hívják a közönségszolgálatot a 061-780-80-85-ös telefonszámot, és kérjenek csekket, amellyel támogathatják a Ferenc pápával közös missziónkat. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, további szép vasárnapot kívánunk Önöknek innen a Bonum TV Budapesti stúdiójából. Laudetur Jézus Krisztus. In eternum amen.